Teljes erővel folytatódtak éjjel a gázai övezet elleni légicsapások. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy az egész térségre kiterjesztik a szárazföldi hadműveleteket, annak érdekében, hogy végleg felszámolják a Hamaszt. A palesztin civilek azt mondják, hiába szólítják fel őket az izraeliek, hogy meneküljenek délre a bombázások elől, számukra Gáza egész területén nincs már biztonságos hely. Üst és porfelhő emelkedik a magasba Gáza északi részén. Az izraeli haderő sorra robbantja fel a Hamas terrorszervezet alagútjait, és frontális harcot is vív a dzsihadistákkal. A harcok kezdete óta 800 alagút bejáratot fedeztek fel izraeli katonák, ezek közül 500-at már megsemmisítettek. Az izraeli haderő ismét azt üzente, az egy hétig tartó tűzszünet után most addig folytatják a harcot, amíg az utolsó Hamas fegyveressel is végeznek Gáza egész területén. A hétvégén intenzív légitámadásokat hajtottak végre az ország középső és déli részén. Palesztin források szerint a rakétatámadásokban és légicsapásokban több civil életét vesztette, sokan megsebesültek. Hétfőn pedig a katonák is megindultak. A hadsereg szóvivője közölte, az izraeli védelmi erők kiterjeszti szárazföldi műveletét a Hamász ellen, szerte a gázai övezetben. A Hamász elleni háborunk új szakaszába léptünk. A Hamász megszegte a humanitárius tűzszünetet, amikor megsértette a túszok szabadonbocsátásáról szóló megállapodást, vagyis megtagadta a nők, gyerekek és csecsemők szabadonbocsátását. Mára mindenki számára világos, hogy a Hamász a háborút választotta, mondta Daniel Hagri. A hadsereg ismét felszólította a civileket, hogy távozzanak a térségből. Mindenki menjen délfelé, az egyiptomi határ irányába. A palesztinok tanácstalanok. Azt mondták nekünk északon, hogy menjünk délre, mert ott biztonságos. De olyan hely már nincs a gázai övezetben. Legyen az Rafah, Khan Yunis, Gáza város, egyszerűen nincs biztonságos hely, mondta egy palesztin férfi. Az izraeli hadsereg néhány napja bejelentette, időben ad majd tájékoztatást arról, melyik térségben hajt végre légicsapásokat, hogy onnan a civilek el tudjanak menekülni. Khan Yunis külvárosában egy 2000 emberre méretezett ideiglenes sátortáborban már 8000 ember zsúfolódott össze. Egyre fogy a víz, az élelem és a gyógyszer, humanitárius válság fenyeget. Közben a Hezbollah libanoni fegyveres csoportja olyan videót tett közzé, amin látszik, hogy rakétákat lőnek ki izraeli állásokra a határvidéken. A terrorszervezet szerint harcosaik több mint egy tucat támadást hajtottak végre izraeli állások ellen péntek óta. Izrael az Irán által támogatott síta fegyveres csoportot súlyos és közvetlen fenyegetésnek kezeli. Becsléseik szerint a Hezbollah akár 150 000 rakétával is rendelkezhet.